hanem történeteket. Nézd, a vérkobak a széllel bélelt. Tippelhetsz, hogy ő miről híres. Á, ezt csak most találod ki. Nem, nézd, ott van fenn. Mögötte meg a vadászok, rohannak a bűze elől. Á, az csak egy rakás fényes kis pont. Tudod, Szamár, van, ami többet rejt annál, mint amit mutat. Hm? Nem mindegy. Hé, Shrek! Mit csinálunk, ha visszakapjuk a mocsarunkat? Mocsarunkat? Tudod, ha mi már leszállítottuk a királylányt meg minden. Mi? Szamár, nincsen mi, nincsen miénk, csak én vagyok és az én mocsaram. És az első dolgom lesz, hogy 3 méteres fallal vegyem körül. Ez nagyon bánt, Shrek. Most nagyon megbántottál. Tudod, mit gondolok? Szerintem te a fallal csak távol akarsz tartani valakit. Nyanne, komolyan? Rejtegetsz valamit? Nem érdekes, Szamár. Ó, ez megint olyan hagymás dolog, mi? Nem, ez inkább olyan hagyjuk és ne firtas dolog. Miért nem akarsz beszélni róla? És te miért akarsz beszélni róla? Miért zárkózol el? Nem zárkózom el. Dehogy nem. Most már aztán elég. Kit akarsz távol tartani? Mondd meg kit. Mindenkit, érted? Na, ez már haladás. Ó, te magasságos ég. Mi van veled, Shrek? Mi bajod az egész világgal? Nézd, nem nekem van bajom, világos, hanem az egész világnak van baja velem. Az emberek meglátnak és egyből, ha, segítség, futás, egy nagy buta csúf, ogre. Megítélnek, pedig nem is ismernek. Ezért jobb nekem egyedül. Én nem is hittem azt, hogy csak egy nagy buta csúf ogre vagy. Igen, tudom. Na és... vannak ott fent szamarak is? Hát, ott van szószátyár, a kicsi és bosszantó. Oké, látom már, az a nagy fényes, ott fent, az ugye? Az ott. Az a hold. Ó, oké.